Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol megint parókázni fogunk. El se tudom mondani, hogy mennyire örülök. Régóta terveztem új parókát venni, de sose tudtam, hogy miért, mit csináljak belőle. Mindig arra gondolok, amikor parókát veszek, hogy milyen videót tudnék belőle csinálni nektek, amit élveztek. Csak azért, hogy nekem legyen még egy parókám, nem veszek parókát. Nagyon régóta gondolkoztam azon, hogy milyen szín legyen a következő. Egy természetes barna, egy nagyon hosszú szőke. Rengeteg gondolat járt a fejembe, és köztük volt az is, ami egyébként itt van mellettem. És természetesen végig az is a fejembe járt, hogy milyen átalakulást tudnék belőle csinálni, ami jó lesz. És hát a napokban megszállt az iklet, és rájöttem, hogy egy Rihanna átalakulást szeretnék csinálni. És nem másról, mint arról az ikonikus félig felkötött hajáról, ami természetesen brutál vörös volt. Nagyon sokan tippeltétek jól, hogy mi a következő szín, és hogy milyen hajat is rendeltem. Igazából, ahogy nézem a képernyőn, nagyon-nagyon pirosnak tűnik. Sokkal pirosabb, vagy hát élénkebb, mint amit szerettem volna. Viszont elsőre nem akartam belenyúlkálni, hogy változtassak a színén. Egyszer megmostam, és kiszőkítettem a kis csomókat, amivel oda vannak kötve igazából ezek a hajszálok, és rengeteg színt engedett, nagyon-nagyon durva volt, sose volt még színes parókám, úgyhogy fogalmam nem volt róla, rengeteg színt engedett, viszont 3 nap alatt érkezett meg, úgyhogy beleszámított egy hétvége is, tehát iszonyatosan gyors volt, és egyébként AliExpress-es a haj. Ezen kívül pedig baromi jó a minősége, iszonyatosan puha, nagyon fényes, hogyha megnézitek így, ez csak éppen, hogy megszáradt, hajszárítóval szárítottam egyébként, mert türelmetlen vagyok, de ettől függetlenül, hogyha megnézitek, nagyon-nagyon szép a vége is, baromira fényes az egész, úgyhogy az egyetlen problémám, ami van vele, hogy viszonylag rövid, 22 incseset rendeltem, és lehet, hogy én számoltam el magam, de azt hittem, hogy ennek hosszabbnak kellene lennie, egy nagyon-nagyon picit hosszabb csak, mint az én hajam, és ha őszinte akarok lenni, akkor ennél jóval hosszabbat szerettem volna, de mindegy, és egyébként 50%-os leértékeléssel vettem, úgyhogy teljesen rendben van minden. A következő lépésünk az az lesz, hogy fel fogom kötni a hajam úgy, eltűzgélem, befonom úgy, ahogy parókák alá szoktam, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog működni ez, ugyanis ha minden igaz, akkor ez a paróka, ez egy glueless kivitelezés, ami azt jelenti, hogy nincsen szükség ragasztóra ahhoz, hogy elvileg tökéletesen fel tud helyezni. Ezt nem sokára tesztelni fogjuk, és meglátjuk, hogy hogy alakul a menet. Még nem szedtem ki belőle semmit. Konkrétan úgy van a kezembe, ahogy érkezett, kivéve a kis csomókat. Egyébként a szőkítési menet nem lett tökéletes, mert mindig van egy-két olyan csomó, ami az Istenél nem akar kiszőkülni, úgyhogy azokat valószínű, hogy ki fogom majd húzgálni, de összességében teljesen jól néz ki. Amit fontos szerintem elmondanom, hogy csak a hajvonal itt, illetve a középválaszték, azt hiszem 4 incs hosszúságban tüllös, viszont a tüll gyönyörűen illeszkedik a bőrömhöz, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tényleg nem lesz szükségünk ragasztóra, de intézzük el gyors a hajamat, intézzem el, és utána folytatjuk tovább. Kész a hajam, mert a sajátom, úgyhogy valahogy fel kellene applikálni ezt a csodát a fejemre. Nem tudom még, hogy mennyit kell rajta állítani, úgyhogy valószínű, hogy többször kell felvenni. Viszont ami újdonság az előző parókáimhoz képest, az ugye ez a plusz szíj, szalag, amin tudok állítani, és ez fog azért felelni, hogy körülbelül innen a fülem mögül ráhúzza a fejemre ezt a részt, és az fog azért felelni, hogy olyan erősen rá lehessen húzni, mintha le lenne ragasztva, de még se kelljen leragasztani. És ez egy király dolog lenne, nem tudom, hogy hogy fog működni, de mindjárt meglátjuk. Azt nem fogjátok látni, hogy hogy teszem fel, mert már most érzem, hogy szenvedést lesz. És hogy mindenkinek, de leginkább nekem könnyebb dolgom legyen, eltűzzük ide a hajamat. Tehát ezt innen kikapcsolom még egy pillanatra, és kifordítom. Ugyanis tök jó lenne, hogyha ezt beljebb tudnám húzni. Na mindegy, fogjuk rá, hogy így jó, aztán lehet, hogy le fogjuk még venni, és javítani fogunk a dolgokon. Ti ezt látjátok? Rendes olyan, mintha le lenne ragasztva. Wow! Oké. Jó. Tehát
Nem tudom, mi a véleményünk róla, mint szín. Nyilván még baromira parókás, de nekem amúgy bejön. Egy jó sminkel. Na jó, rakjuk rendbe, én azt mondom. Mire van szükségünk ahhoz, hogy ez működni tudjon? Tehát így néz ki, úgy, hogy egyébként nincsen rajtam sapka, ami amúgy lehet, hogy problémát fog jelenteni. Ugyanis ez jobb lenne, hogyha előrébb lenne. Hát ez kifejezetten érdekes lesz. Most, hogyha megnézitek, remélem rá van fókuszálva, baromira látszik még, hogy paróka, és nem túl sok helyünk van ezzel babrálni, de megtesszük, amit meg tudunk, és kihozzuk belőle a maxot. Úgyhogy szedjünk össze egy csipeszt, én azt mondom, és kezdjünk hozzá az átalakításhoz. Ja, amúgy pont most, ahogy bementem megmutatni Bencének, ez a hülye Erzsikének hívja, úgyhogy valószínű, hogy ennek már van neve. Erzsike. Na mindegy, ezen kívül viszont itt van nálam a kedvenc csipeszem, és el is kezdem szedegetni, viszont egy keveset fogtok csak látni belőle, és valószínű a gyorsításba, ugyanis egy csomószor láttátok már, és nem a legizgibb rész, úgyhogy nem akarlak vele titeket mutatni. És már vissza is tértem. Egy kellemetlen dolog van ebben az egészben egyébként, hogy ez a paróka nem a legtökéletesebb erre a célra, ugyanis nagyon keskeny ez a része, ami itt van elől a homlokomnál, és ugye ezt nekünk fel kell fogni ide. Amúgy bomba. De valószínű, hogy egy picit el fogunk csalni a cofrészből, és hagyni fogunk kint pár kilogó babahajat, ugyanis ez a rész nem fog tökéletesen passzolni, egyik oldalt sem. De ettől függetlenül kezdjük el szerintem a műveletet, vágjuk le, amit le kell, hogy kicsit lássunk tisztábban, és utána majd pontosítgatunk. De kezdjük el, mert sose fogok végezni vele, az van. És úgy is menet közben látom meg, hogy mit kellene csinálni vele, hogy tökéletes legyen, vagy legalábbis közel álljon a tökéleteshez, elfogadható legyen, maradjunk annyiban. Felvágom négy részre igazából a tült, csak nagyjából, és hogy egy kicsit legalább könnyebb legyen boldogulni vele. Remélem így jól fogtok látni. És megpróbálom lehúzni annyira, hogy elfogadható legyen. És valószínű egyébként, hogy ezt a részt le fogom ragasztani. Elől tökéletes, ott nem fog ragasztásra szorulni egyáltalán. Mindjárt még meghúzom, hogy vajon az segít-e rajta. Nagyon-nagyon jó egyébként ez a meghúzós része, de attól tartok, hogy tökéletesen így se fog lesimulni ahhoz, hogy felkötve jól nézzen ki. Egyébként mit gondolunk a színről? Nekem amúgy bejön. Hozok ragasztót, és akkor folytatjuk. Ezt a részt, amivel tudom, hogy a legkevesebb gond lesz, egy-egy hajtűvel eltűztem, és itt felvágom még jobban ezt a részt, ne zavarjon egyáltalán a ragasztásban. És először ki fogom vágni a fülrészt, ugyanis az kifejezetten nagyon zavar, mint általában mindig. Előveszem az egyik fodrászollómat. Ezek nagyon olcsó ollók, tehát múltkor mondtátok nekem, fodrászok írták, hogy ne vágjam a tült ezzel az ollóval, mert ki fog csorbulni. Az van, hogy ebből nekem kettő van. Van egy, amit hajra használok, és van egy, amit tűre és a műanyag hajakra. És azért vágok ezzel, mert ez nem éles. Ez baromi éles, ez egy köröm bőrvágó olló, ami nagyon-nagyon éles, és nagyon sokszor megszúrtam már magam, ezzel viszont nem tudom megszúrni magam, mégis nagyon éles, és nem olyan, mint egy konyhai olló, úgyhogy a tül ollómat fogom most használni, és elsősorban vágok ide
egy kis rést. És az a baj, hogy nem tudok belőle egyébként annyit kivágni, amennyit kellene, mert ugye benne van ez a pánt, úgyhogy csak azt tudom kivágni, amit itt engedni fog, és hát ez nem lesz elég nekünk. Minél jobban megpróbálom eltűzni a hajat, hogy ne zavarjon. Nem tudom, hogy hova tűnt el az az 5 millió hullámcsatom, ami volt, de mind oda van. És ugye ennek ide kellene felfeküdni, de ahogy látjátok, nem tökéletes, de majdnem jó. És most kivételesen egyébként sikerült jó helyre beállítani a kis hajamat. És akkor ezt ide le fogjuk ragasztani. Eredetileg ez HD-tül, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben átlátszónak kellene ugyebár lennie, és fantasztikusan egybe kellene olvadjon a bőröddel. De alin sose lehet tudni, hogy mi a helyzet, de ez valami elképesztően jó, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Alkohol. Törlés 1, fordítottam rajta egy tiszta oldalra. Törlés 2. Képzeljétek el, hónapok óta nem tudok Gatsby sprayt venni. Nem sokára megyek haza vásárhelyre, megnézem, hogy ott van-e, mert legutóbb is azt hiszem, hogy ott kaptam. Több Müllerbe voltam Pestem, több DM-be voltam Pestem, és nem találok sehol. Pedig amikor csak így rövid időre szeretném feltenni a parókákat, akkor általában nem szoktam a ragasztót használni, csak a hajsprét, de mostanában nem sikerült, ugyanis nem kapok. És ez egy cseppet zavar, ha őszinte szeretnék lenni. Másik dolog, rendeltem ragasztót is, Bolthold ragasztót, ami igazi paróka ragasztó, és az olyan, hogy napokra oda ragasztja az egészet, és ki szeretném azt is próbálni, úgyhogy rendeltem olyat is. Ezen kívül amazonoztam egyet, létrehoztam egy kis kárt a kártyámon, de jó buli volt. Rendeltem ruhát is, azt nem Amazonról, de annyit elmondok, mert nyilván nem fogjátok tudni ebből, hogy mi, de egy Fashion Nova rendelésem érkezik napokon belül, sőt, mire ti ezt a videót látjátok, szerintem már meg is jött és fel is vettem a videót. Viszont érdekelne, hogy milyen márkát rendeljek következőleg, ugyanis határozottan a listámon van a haul videókat készíteni. Nem titok, hogy nagyon szeretek haul videókat csinálni, úgyhogy igen. A legnagyobb parám ilyenkor, amikor vágom egyébként a tült, az az, hogy levágom a saját hajam. Még nem történt meg, de konkrétan bármikor előfordulhat. Arra gondoltam egyébként, hogy valamilyen nagyon nagy leértékelések vannak parókatéren, és mit szólnátok, hogyha rendelnék pár szőkét, teljesen sima szőkét, és kiválasztanátok, hogy milyen színűre csináljam meg. De ilyen extrém színek, ilyen neon rózsaszín, királykék. Úristen, ez gyönyörű! Ezen kívül az is eszembe jutott, hogy hétvégén délelőttönként posztolnám a videókat. Nem tudom, hogy erről mi a véleményetek. Gondolom ezt megértitek, szeretném kimaxolni a megtekintéseket. Ugyanis ahhoz, hogy tudjak nektek ilyen videókat csinálni, ahol nem kevés pénzért parókát rendelek, ruhákat rendelgetek, meg ilyenek. Ahhoz sok megtekintés kell, és az kell hozzá, hogy sokáig nézzétek a videókat, tehát minél kevesebb részt ugorjatok át, értitek? És akkor, amíg az szárad, addig levágom ezeket, és valószínű, hogy egy picikét talán többet hagyok, mint oldalt. Látjátok, hogy szinte nem látjátok? És nincs leragasztva. Ez bomba! Na, és akkor egy valami nem tetszik nekem. Ez a rész túl szabályosnak érzem. Viszont mivel nincsen elég helyem, bocsi, a fülemet közben próbálom igazgatni, nem a legkényelmesebb. Tehát mivel nincsen helyem arra, hogy ebből elszedjek, így azt fogom csinálni, hogy itt
babahajat fogok vágni. Nagyon keveset. Látjátok, itt amúgy van is alapból. Kezdjük először ezzel. És ez is szerintem sok még. Ezt vissza is teszem. És ide kell még nekem mindenképpen, mert ezt a részt itt el kell takarni. Először kicsit hosszabbra vágom, hogy tudjak belőle majd később még elvenni. És akkor jött az izgi rész. Először is be kell sütnünk ezt a hajat, másodszor pedig fel kéne kötnünk valami prezentálható módon. Kezdjünk azzal, hogy besütjük. Megvolt a göndörítésünk, és hogyha kész leszek ezzel a videóval, és már nem akarom felkötőzgetni, csak igazából így hordani, amire eredetileg tervezve van ez a paróka, akkor ebből vágni fogok, hogy legyen valami fazonja, ne csak így lógjon. De most nem ez a lényeg, hanem innen konkrétan a fülünktől egy half up, half down style-t fogunk csinálni, ami nem lesz olyan könnyű, tekintve, hogy ez nem egy full tül paróka, és itt valamennyire látszik az alsó réteg, de ettől függetlenül a legjobb formánkat fogjuk hozni. A fekete hajgumit szeretném használni majd az egésznek a felkötéséhez, bár nem minthogyha annyit számítana. Le kell hajtsam a fejem, hogy fel tudjam kötni, ugyanis van egy ilyen béna szokásom, hogy úgy tudom felkötni a hajam, hogyha előre van hajtva a fejem. Másképpen igazából szerintem nem is megy. És most, hogy megvan a nagyja, megpróbálom minél jobban igazából letapasztani ezt az egészet, és minél szorosabbra megcsinálni, ami nem tudom, hogy mennyire fog menni, mennyire fogja hagyni itt igazából ez a kis történet. Jaj, valamiért úgy érzem, hogy nem túl biztos a fogása. Lehet, hogy jobb lett volna, hogyha leragasztom. Na mindegy. Közel sem olyan dús a hajam, mint Rihannának azon a képen. Ó, csórika. Jó, de amúgy bejön. Azt tuti, hogy ide fog majd kelleni nem kevés korrektor, hogy bombád nézzen ki. De csekkoljuk le a képet gyorsan. Talán nincsen ennyire felkötve neki. Egy nagyon-nagyon kicsit hátrébb van. Közel sem tökéletes, de nem baj. Lássunk egy kis baby hair action-t. Nem szeretném túl szabályosra. Na, ez így nekem elfogadható, fogjuk rá. Amúgy, hogyha ez így lenne, akkor talán azt mondom, hogy oké. Hozzuk a sminket, és javítsunk meg mindent egy kis sminkkel. Én azt mondom. Most, hogy közel vagytok, látjátok, hogy mennyi minden nem stimmel. Lehet, nem kellett volna ilyen közel hozni titeket. Dobjuk fel a sminket. Az alapozásról nem kifejezetten szeretnék sokat beszélni, azt láttátok már párszor. Primer van már az arcomon egyébként. Majdnem az egész rutint, amit most csinálok, a csak Essence-el sminkeltem, nem tudom, hogy mi a címe. Még nem adtam címet a videónak, de itt megtaláljátok, mert mostanra már fent lesz. Szóval, hogy a lényeg, hogy ugyanezeket a termékeket ugyanilyen sorrendben használtam. Egy nagyon-nagyon natúr alapot csinálok, semmi extra. Bőrtökéletesítés, egy kis javítgatás itt ott, de semmi nagyon komoly. És azt egyébként szeretném hozzátenni, hogy tény, hogy nem a legjobb parókát vettem ehhez a hajstílushoz, viszont meg lehetne csinálni tökéletesre.
olyan paróka kellene hozzá, aminek az egész fejrésze tűl, és akkor tökéletesen el lehetne választani, mindenhol le kellene ragasztani egészen körbe, és akkor nem mozdulna sehova, de ez nem olyan, úgyhogy nem lesz 100%, és ami még fontos, hogy ott azon a képen és azon az eseményen Rihannának nem parókája volt, hanem valószínűleg csak póthaja, és nyilván saját hajakból sokkal szorosabb cofot lehet csinálni, ami így néz ki. És akkor jött az egyik legfontosabb rész, a bronzer. Ugyanis nem szeretnék hófehérnek tűnni. Következő a kontúr. Most ahogy látom, sokkal jobb lett volna előbb sminkelni és utána feltenni a parókát, de nyilván ezt nem tudtam, hogy hogy fog kinézni élesben. Képre jó lesz, viszont hogyha élőbe használnám, akkor biztos, hogy előbb sminkelnék és utána tenném rá a parókát, mert akkor nem látszódna egyáltalán. Jöhet egy kis pirosító. Hey. És akkor most kezdjük el nézni, hogy mit is kell sminkelnünk. Egy nagyon-nagyon lájtos szemöldökre van szükségünk, és egy nagyon cuki kis füstös szemre. Szerintem ez így jó. És most jön a nagyon izgi rész. Teljesen szürke szeme van, nagyon picit cicás, viszont kifejezetten nem sötét. Teszek egy kevés korrektort a szememre, de csak azért, hogyha sikerült volna lepúderezni véletlenül, akkor újra egy kis tapadást visszategyek. És először egy kifejezetten nagy ecsettel, a legvilágosabb szürke és Jeffree Star Cremated palettát fogom használni, és felteszek egy kevés transition színt, csak azért, hogy könnyebb legyen majd eldolgozni a következő színeket. És rögtön váltok is egy kisebb ecsetre, és a szemem belső felét, belső, hát mondjuk kétharmad körülbelül, elkezdem ezzel a szürke színnel kialakítani, elsatírozgatni. A többi része a szemének egy picit csillog, úgyhogy valószínű, hogy erre a goodbye színre fogok váltani, vagy az inbondra, goodbye, nem maradok, és ezt elkezdem ide felvinni. Nem durván csillog, de egy pici fénye van. Két képet nézek, és egyébként mintha két különböző eseményről lenne szó. A világításon annyira nagyon-nagyon sok múlik. A következő két szín, amit használni fogok. Egy nagyjából köztes, átkötő színünk ide, és ezzel fogom kialakítani a szemünknek a formáját, illetve a szemsminkünknek a formáját. Következő színem a Grave Digger lesz, amivel egy kicsit kimélyítem a külső sarkot. Egy nagyon picit nyúltam bele, alulról pici-pici satírt tettem, mert a képen nem kifejezetten látom, hogy túl sok minden lenne az alsó szemhéjen. Úgyhogy véleményem szerint a smink egyébként ennyiben kész is van a nagy része, úgyhogy jöhet a szempilla spirál, és nem szeretnék túl nagy pillát tenni, ugyanis
úgy látom, hogy csak a külső felén van a szempillájának pilla rakva, úgyhogy inkább arra koncentrálok, hogy a saját pillaimat jó nagyra meg tudjam csinálni. És most, hogy megvan mind a két szempillámnak a spirálozása, jöhet egy picike műszempilla, és miután ezt feltettem, természetesen egy fenti szájfényt fogok feltenni, megigazítom egy picit a hajamat, és ezt a kis részt, és jövök vissza a végleges reveal-re, hogy megmutassam, hogy sikerült a Rihanna átalakulásom. Tehát így néz ki a végeredmény, és tudom, hogy nem tökéletes, de jelenleg ebből a haj élből sajnos nem tudok többet kihozni. Szerintem egy vörös parók az mindenhogy menő. Kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is. Instán meg fogjátok találni a képeket róla, mert természetesen lesz kép róla. És köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, azért így, hogy körülbelül 80%-osan sikerült, de hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőjét, hogy mindig kaptatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. És természetesen kövessetek Instán is, az Instám mindig lent van a leírásban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy megnéztétek, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!